Bár a templomok zárva tartanak, a hitélet nem lankadt, sőt. Az emberek a mostani nehéz helyzetben keresik a lelki segítséget. Erről beszélgetünk Kültösi Krisztiánnal és Fekete Zoltánnal, a Bátaszéki katolikus és református közösség vezetőivel. Ahogy a társadalomnak az élete is megváltozott, ugye az egyházi élet is megváltozott itt Bátaszéken, sokkal csendesebbek lettek a napok, nyilván, nyilvános liturgiáink, szertartásaink jelenleg nincsenek, de törekszünk arra, hogy a híveknek a hitélete azért ö, nyugodtan megmaradhasson abban a kerékvágásban, amely eddig is volt. Nyitva tartjuk a templomainkat, igyekszünk a híveknek biztosítani egy lelki hátteret, akár az internet lehetőségével, az online szentmisékkel, vagy más egyéb lelki dolgokkal. Elkezdtem március végén hívogatni a, azokat az idős testvéreket, akik a... Az online térben nem elérhetőek. Nagyon sok jó beszélgetésem volt, fél óránál is hosszabbak sokszor ezek a beszélgetések. Én gyakorlatilag majdnem a végére értem azoknak, akik, akik Isten tiszteletre rendszeresen járnak vagy jártak. De folytatom ezt, meg újra is fogom hívni őket. Elkezdtem imádkozni is értük, külön így ima kéréseket tettem föl, megbeszéltem velük, hogy, hogy mi az, ami Ben a gyülekezet, vagy én személyesen segíthetek. Kiderült, hogy, hogy igazából a családi szinten, vagy, a, vagy, az önkormányzati ellátórendszeren keresztül ők megkapnák mindazt, ami, amire szükségük van. Sokkal inkább erre a beszélgetős lelki dolog az, amit úgy látok, hogy, hogy ebben szolgáltunk feléjük. Ez indult el, és közben ugye ki kellett alakítanom az, hogy hogyan szól az ige azoknak, akik... akik Akiket könnyebben el lehet érni az interneten keresztül. A megszokottól eltérő kérdések is adódnak, mind telefonon, mind pedig személyesen, amennyire ezt meg lehet oldani, vagy a Facebook lehetőségét is kihasználják a hívek, hogy kérdéseket tesznek fel, problémákkal jönnek, ami ugye adódik akár a zártabb életből is amit nehezen tudnak egyesek feldolgozni, akkor odállunk melléjük, hogy segítsünk lelkileg feloldani, megoldani. A legtöbbször olyan kérdések adódnak, ami az Isten és ember kapcsolatával. Nyilván ugye a paphoz ezzel fordulnak, vagy a zártságból adódó problémák, hogyan tudja feloldani azt a zártságot, ami most az a vírus, koronavírus hozott az emberek életébe. Ahogy felhívtam az időseket, rendkívül megnyugtató válaszokat kaptam, tehát kialakult, rendben élnek, a családjuk nagyon jól betartja a szabályokat, az előírásokat a kapcsolattartásba is. Nyilván egy kicsit hiányolják a, a, közeliségét a családtagnak, hogy ne csak futva távolról adja át az ennivalót, vagy a, vagy, vagy a bevásárlás, vagy a készételt, vagy tehát több, több időt tudjanak egymással tölteni, de alapvetően egy nyugodt fogadtatásban veszik ezt az időszakot. Nem hallottam ki nagyon nagy félelmeket, de az, hogy kötelességtudóan vigyáznak magukra, és ezt, ezt érzik a családjuk felül is. Tehát egyelőre azt gondolom, hogy ez a, most nem abban a stádiumban van a járvány, hogy, hogy élesen ő náluk ez megjelenjen, de nagyon jó az előkészület, azt gondolom. Az Isten mindig is ő irányította a dolgokat, és az ő kezében bölcsen benne van, és minden, amit Isten tesz, az mindig az ő dicsőségét, és hosszú távon az ő, az ő hozzá tartozóknak a javát munkája. Tehát ez egy biztos ígéret a Bibliában, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra szolgál. Tehát ez egy nagyon erős alapot ad a hívő embernek, hogy, hogy keresztül megy az Isten, fölött áll a dolgoknak, és egybe tartja ezt az eseményeket. És persze itt próbákról van szó, Dávid erről is beszél, hogy, hogy a, az igazat megpróbálja. És ebből a próbából nem ki kell menni. Ott a tanácsadók írják neki, hogy, vagy mondják neki, hogy fuss föl a hegyekre. De nem szabad kimenni a próbából, ezt végig kell érni, meg kell tanulni belőle, amit kell. És kétféle próba van általában a Bibliában, az egyik ez a Jónás típusú, a másik a Jobb típusú. A Jónási próba az, amikor, amikor az ember nem azt csinálja, amit kell, és menekül a feladata elől, amit Isten rábízott, és az Istennek terelgetnie kell, hogy visszataláljon. A jóbi próba pedig az, hogy hogy igazából nem kell változtatni, nem, hiába keressük, nincs az, ami, amit rosszul csinálunk, csak egyszerűen mélyebben Istent önmagáért ismerni, szeretni, követni, hogy tényleg ő benne legyen a végső békességem. Ugye van, akinek az életében ez a próba van azt gondolom, hogy ha az emberben megvan a bátorság, már pedig ezért minden nap imádkozunk, hogy ez a bátorságunk meglegyen, akkor ez egy kaland is lehet az ember számára. Egy teljes megújulás kalandja. Bizonyos fokig és bizonyos mértékben biztos, hogy megújítja a társadalmat. Ez a megváltozott társadalmi körülmény ebben a nanométer nagyságrendű még csak nem is élő, csak egy genetikai kód, amit beborít, fehérje, meg egy lipid burok, ez el tudja érni azt, hogy az ember kimozduljon abból az illúziójából, hogy ő irányítja. Pedig sokkal inkább arra hasonlítunk, mint az apukánk mellett ülünk, és mi is úgy csinálunk, mintha vezetnénk az autót. Mindig is Isten irányított és ránk bízott dolgokat, és ez, ez egy kicsit helyre teszi a gondolkodásunkat, hogy, hogy, hogy ő benne sokkal jobban kellene bíznunk, és ő rá hagyatkozva keresni az útjainkat. Nem baj, hogyha érezzük a próbát magunkon, akkor ezt ebből megtanuljuk most, amit most meg kell. És hálát adunk, hogy ha, ha, minket nem úgy érintett ez, mint sok embert, aki, akinek a családtagjában megy el valaki, vagy ő maga szenved ebben a rettenetes furdoklásos betegségben. Az egyháznak megvan az a lehetősége központilag is a karitászokon keresztül, akár az egyházmegyei karitász, akár a plébániai karitás csoporton keresztül, vagy az országos karitászon keresztül is, hogy a szociális lehetőségeket kihasználja, és segítse a mindennapokban az embereket. Mi jelenleg törekszünk arra, hogy az egyházmegyek központi karitásza felé fordítsuk azokat a rászorulókat, akik segítséget kérnek tőlünk, hiszen most nekik van lehetőségük, eszközeik abban, hogy azonnal tudjanak segíteni és támogatást adni a rászorulóknak. A mi környezetünkben én konkrétan nem tapasztalom. Bizonyára az Egyházmegye más területén, vagy a nagyobb városokban sokkal inkább megnő ez a lehetőség. A kisebb közösségek igyekeznek önmagukban megoldani ezt a szociális kérdést, vagy szociális problémát. Nagyon bízom benne, hogy családiasabb lesz az embereknek az élete, Akár a nagyobb társadalmat nézzük, akár Bátaszéknek az életét, vagy a Bátaszéki Plébániának az életét, bízom benne, hogy családiasabb, közvetlenebb lesz, és hogy egy kicsit meglassulva jobban tudunk egymásra figyelni.